Tisztelettel köszöntöm a Szópárbaj nézőit. Mai vendégeinkkel, Flick László politológussal és Deák Bárdos Tamás elemzővel, a Méltányosság Politika Elemző Központtól két témáról beszélnénk. Az egyik újból a migránsügy, a másik pedig a szíriai helyzet. Mielőtt azonban elkezdenénk a beszélgetést, nézzük meg az első bejátszást. Amennyiben Magyarország határzárat rendel el, Horvátország Szlovénia felé irányítja a menekülteket, írta a Večernyilis című horvát napilap egyik ismert publicistája, aki szerint azonban Szlovénia nem tudja helyettesíteni Magyarországot. A török fél emellett vállalja, hogy az EU pénzügyi támogatásával felállít 6 új menekülttábort, amelyekben összesen 2 millió ember fér el. Az uniós tagországok pedig vállalják, hogy a menekültek egy részét befogadják. Így akár 500 000 ember telepíthetnek át Törökországból az EU-ba biztonságos, ellenőrzött módon. Ja, felgyorsultak az események ezen a héten. Hétfőn Erdogan török államfő járt Brüsszelben, ahol itt a második mondatunknak a tárgyalása zajlott, tehát nagyjából ebben egyeztek meg, és hát a mai napon műsorunk felvételének idejében beszél François Hollande, francia elnök, és Angela Merkel, német kancellár az Európai Parlamentben. Erre még nem tudunk reflektálni, mert még nem ismerjük, hogy mi hangzott el ott, de az már látszik, hogy felgyorsulnak az események a tél, a hideg időszak beállta előtt. Hogyan látjátok, hogy ezek a jelek, a horvátországi útvonal, illetve az uniós tárgyalások milyen irányba terelik, tolják a migránsügyet? Én azt gondolom, hogy itt jobb, hogyha egy kicsit globálisabb tekintetbe kezdünk, pontosabban, hogyha az Európai Unióról kezdünk el beszélni rögtön. Azt gondolom, hogy nincs kohézió, nincs társadalmi kohézió, és nem csak, hogy társadalmi kohézió nincs, politikai egység sincs, pedig azt gondolom, hogy az elmúlt pár hétben volt annak jele, hogy az Európai Uniós integráció bizony egy lépést tesz előre a politikai egység felé. Azt gondolom, hogy kezdett egy közös állásfoglalás kialakulni, ami már túlment azon a gazdasági érdekszövetségen, ami az Európai Unió eddig volt, azonban ez megtorpant, és ennek a jele szerintem pontosan az, amit Törökország kezd betölteni az európai tagállamok viszonyában, méghozzá a felelősségnek az áthárítása. Azt gondolom, hogy tehát az, hogy az államok, az európai államok szuverén államokként, nem pedig egy közös unióként folytatják a politikáikat, annak a legnagyobb jele az, hogy Törökország mennyire a központba került, és hogy mennyire próbálják a probléma megoldását Törökországra hárítani, és ebben valamekkora fajta segítséget nyújtani. Én ugye Törökország kulcsszereplő, hiszen a legtöbben most arról érkeznek. László, hogyan látod, hogy sikerül-e a törökökkel valamilyen megegyezésre jutni? Hát igen, a kohéziótól folytatva a gondolatmenetet, de egyben válaszolva erre a kérdésre, hogy a kohézió hiánya mindig azt jelenti, hogy akkor a tagállamok külön utat járnak, és külön választ próbálnak találni. Maguk a nemzetállamok is komoly alkú pozícióba kerültek, tehát olyan alkú potenciáljuk van, ami komoly vita előnyt jelent Németországgal szemben. Szerintem Törökországgal nagyon nehéz lehet most tárgyalni. Biztos, hogy lesz megoldás, viszont ez komoly árat fog fizetni az Európai Unió. Az Európai Unió megszokta, hogy ő diktálja feltételeket a csatlakozás során, megszokta Németország is, hogy az ő gazdasági érdekei kerülnek előtérbe, illetve központi témává a viták során. Most ez máshogy fog alakulni, biztosan lesz megoldás, de most máshogy fog alakulni az eddig megszokotthoz képest. Ebben részben vitatkoznék. Az, hogy valóban a politikai egyesülés nem megy tovább, az valóban Németország érdekeit szolgálja, mint ahogy az Európai Unió jelenlegi struktúrájában abszolút Németország gazdasági érdekeit szolgálja. Azonban Törökország nem gondolom, hogy könnyű helyzetben lenne, hiszen most már Oroszország az orosz katonai erők szorításában is van. Arról nem is beszélve, hogy az Európai Unió, értve ezt, mint egységet, valamint a tagállamokat külön, azt gondolom nincsenek hozzászokva a regionális politikai hatalomként való működéshez, funkcionáláshoz. És ez a jelenlegi problémának az egyik oka, ezért nincsenek működő megoldási javaslatok, ezért nincsen gyors reagálás, és valószínűleg nem is lesz.
Ugye több országban lesz választás, ugye Törökországban november elején, Horvátországban, Ausztriában, Lengyelországban, még most októberben, ugye nem uniós tagország Svájc, de Svájcban is parlamenti választások lesznek a hónap közepén. Tehát hogyan látjátok ezeken a választásokon, ugye most az európai országokról beszélünk, ahol a migráció komoly szerepet játszik, hogy mennyire változtathatja ez meg az Európai Unión belüli véleményklímát, hogyha mondjuk a bevándorlás ellenes pártok megerősödnek, hogy azt láttuk múlt héten a felső ausztriai választásokon? Ugye, hát ezt meg kell fontolni mindenkinek a politikai döntés előtt, hogy milyen következménnyel jár. Éppen a magyar határzárral kapcsolatban is ez egy fontos kérdés, hogy Ausztriában vajon az osztrák választáson hogy fog szerepelni, illetve a tartományi választáson hogy fognak szerepelni a radikális jobboldali párt. Ugye, hogyha most lezárnánk nagyon hamar a horvát-magyar határt, akkor Ausztria sokkal nagyon menekült tömeggel szembesülni, illetve rájuk terhelni, Szlovénia is sokkal nagyobb embertömeget terhelne rájuk, és hát ez nyilván kellemetlen helyzetbe hozná Ausztriát. Ausztriában a menekült krízis ugyanúgy egy negatív hangulatot, egy menekültelenes hangulatot produkál. Szerintem ez egy komoly dilemma, és hát ahogy Kovács Zoltán is a magyar határzárral kapcsolatban megemlítette, ugye a bölcsesség és a kivárás és a türelem az, ami a legfontosabb. Én itt kettészedném ezt a témát, egyrészt beszélnék Horvátországról és a horvát választásokról, és aztán nyugat-európai országokról. Azt gondolom, hogy Horvátországban egy esetleges kormányváltás az akár pozitív hozadékokkal is járhatna. Horvátországnak az elsődleges célja, hogy minél előbb schengeni tagország legyen, bekerülje a Schengenbe. Na most ez a fajta határpolitika, a migránsügynek a jellegi kezelése, azt gondolom, ezt a folyamatot hátráltatta az ő szempontjukból, és azt lehet mondani, hogy a kormány leszerepelt talán, és éppen ezért egy kormányváltás talán újraindíthatná ezt a folyamatot, nekik is talán egy tiszta lappal indulhatnának. A nyugati országok, én azt gondolom, hogy nem igazán fogják az uniót kívülről, az unió külső politikáját, migráns politikáját befolyásolni, hogyha esetleg a radikálisabb pártok kerülnek hatalomra, ugyanis én azt gondolom, hogy ezekben a nyugati országokban, Franciaország, Németország nem igazán van olyan nagy igény az ilyen hatalmas, tömeges munkaerőre, amit különböző esetekben ezek a bevándorlók jelentenek, legyenek menekültek, ők természetesen egy más téma az ő befogadásuk, de az egyéb, a többi bevándorló, akik szimplán gazdasági megfontolásokból ennek az országba. Azt gondolom, hogy nem igazán fog változni, mert jelenleg sem érdekeltek ezek az országok, a jelenlegi vezetőik is ugyanezen a politikán vannak, minél kevesebb bevándorlót. Hát ezt halljuk a német felelős politikusoktól, hogy jelenleg 600 ezer betöltetlen állás van Németországban, illetve hogyha olvassuk a német szakmai anyagokat, elemzéseket, azt olvashatjuk, hogy az elkövetkező években évente 400 ezer német szakmunkás megy nyugdíjba, jellemzően korkedvezménnyel nyugdíjba, és ugye cserében nincsen annyi fiatal, sem német, sem magyar, lengyel, spanyol fiatal, aki az ő helyükre lépne. Tehát ilyen szempontból a nyugat-európai gazdaságnak szüksége van új munkaerőre. Az a kérdés, hogy akik érkeznek, ezek kellően képzettek, vagy átképezhetőek-e a nyugat-európai munkaerő igényre, mert igény az van, Angliában 400 ezer állás betöltetlen, csak ők abban bíznak, német emberekkel beszélve, döntéshozókkal, ők azt remélik, hogy 2 év alatt átképzik ezeket az embereket, megtanulnak németül, vagy mi is tanítsuk meg őket 2 év alatt magyarul, és 3 év alatt tanítsuk meg őket esztergálni, hogy a német autógyárakban, Németországban vagy Magyarországon ők 3 év múlva, 5 év múlva utánpótlásként rendelkezésre álljanak. Tehát Nyugat-Európában az elit, a gazdasági, politikai elit várja a bevándorlókat, hát olyanokat, akiket olcsón és gyorsan át lehet képezni. Valóban ez a kérdés itt, hogy akik érkeznek, ők megfelelnek-e ennek az ideálképnek, vagy ennek a várakozásnak? Hogy látjátok? Ugye, ez egy nagyon erős gazdasági szempont, de a gazdasági szempont mellett van egy politikai szempont is. Ugye, hát a gazdasági elit és az ő politikai képviselete lehet, hogy rosszul fog járni. És hát most azt mondhatnánk, hogyha továbbra is ellenállnak olyan megoldásokkal, amit esetleg például a magyar modell kínál, akkor megbüntetik őket a választóik, és hát nem kell szó szerint venni, de egy Fidesz-barát hangulat, klíma alakulhat ki Európában, mondjuk egy nagyon méretű elitcsere során. Igen, azt gondolom, hogy ez a 400 ezres szám, ez nagyon szépen hangzik, nagyon jól, meg az is, hogy mennyire várják ezeket az embereket.
azzal nem lehet vitatkozni, hogy Európa nyugati társadalma, és sőt egész Európa előrekszik. Azzal sem lehet vitatkozni, hogy milyen hatalmas népességrobbanás van keleten, Ázsiában, ugyanakkor még Kínában is, micsoda, milyen kevés, milyen kicsi gazdasági potenciál járul ehhez, tehát számítani lehet ezekre az emberekre. Na most Németország, és én azt veszem észre, hogy a német kormány kormánynak a szavaiból azt jön ki, hogy akiket várnak, akiket befogadnak, akiknek a befogadása mellett elkötelezték magukat, azok a menekültek. Ez semmi más, mint a jogi kötelezettségeiknek való elégtétel, azonban ezen a számon túl senki másra nem tartanak igényt, mint ahogy miért is tartanának, hiszen pontosan amiket elmondtál, ez egy nagyon hosszú folyamat, ezeknek az embereknek az integrálása, nemhogy éveket, szerintem évtizedeket és generációkat vesz igénybe, azt senki nem gondolja, hogy ez egyik percről a másikra fog történni. Valóban én azt gondolom, hogy nyugaton nagyon konzekvensen próbálják szétválasztani a menekült kérdést, a bevándorlás kérdéstől, ugyanakkor itthon ez valamiért összemosódik, azonban nem képzelem azt, hogy valóban ezt a több százezer munkahelyet, több százezres munkaerő igényt ezekkel az emberekkel akarnak feltölteni. Hát a német barátaink egy nagy lépést tettek ebbe az irányba, amikor a munkaügyi hivatal vezetését és a bevándorlógyi hivatal vezetését összenyitották, egy ember vezeti a munkaügyi hivatalt és a bevándorlási hivatalt, tehát ez leegyszerűsíti a folyamatot. Ugye beszéltetek, és mondtátok mind a ketten, hogy itt az okok Európán kívül vannak, ugye a népesség növekedés, illetve a mozgás. Térjünk át mi is erre a témára, és nézzük meg, hogy Szíriában mi újság. Putyin kifejtette, hogy a saját ideológia más országokba exportálása láthatóan nem vezet eredményre. A nyugati világ nem tudja saját értékeit exportálni a nem nyugati országokba. A helyi rendszerek eltávolításával, kormányok megdöntésével viszont hatalmi vákumot hozhatnak létre, amibe extrémista csoportok nyomulnak be. Ez a globális terrorizmus kialakulásának oka. Közben libanoni források szerint több száz iráni katona érkezett az elmúlt napokban Szíriába, hogy bekapcsolódjanak Assad rezsime mellett egy szárazföldi offenzívába, írja a Reuters. A források szerint a Hezbollah csapatai is támogatnák őket, valamint Irakból érkezett síita milíciák is bekapcsolódnának a harcokba, míg a légi támogatást az oroszok biztosítanák. Az elmúlt másfél hétben az orosz katonai szerepvállalás nagyon megnőtt Szíriában, erre különböző válaszok születtek az Unió, a NATO, illetve az USA és a környező országok részéről. Hogyan látjátok, hogy ez a migránsválsággal hogyan függ össze ez az orosz szerepvállalás, vagy esetleg itt más orosz hatalmi egyéni érdekeket kell keresnünk? Ugye hát nyilván összefügg a migránsválsággal, hiszen ennek ürügyén lehet beavatkozni. Tehát nem gondolom azt, hogy a migránsválságtól külön csak a reálpolitikai szempontokat kell itt figyelembe vennünk, viszont ebben a nyilatkozatában mondott mást is Putyin. Ugye itt a konszenzusos politika és a kompromisszumos politika között tett különbséget. Arra tért ki, hogy át kell alakítani az intézményrendszereket. Tulajdonképpen ez egy intézményrendszeri hiánynak a pótlása, vagy az ott keletkezett űrnek a betöltését vállalta ezzel a beavatkozással Putyin. Ugye a nemzetközi rendszerek nem képesek rendezni ezt a közel-keleti válságot, ugyan vannak koalíciós beavatkozások a NATO részéről ebben a térségben, de Oroszország taktikája mindenképp az, hogy egy másfajta megoldást találjon, egy másik pólust próbál felerősíteni az amerikai és a nyugati együttműködéssel szemben. Igen, azzal egyetértek, hogy valóban a migráció az ennek egy remek ürügye és oka, ugyanakkor szerintem épp ez a legékesebb bizonyíték arra, hogy mennyire rá politikai célokat követ Oroszország. Oroszország számára felvillant a remény, hogy az 1970-es években elvesztett pozícióját ebben a térségben, a Közel-Keleten végre visszanyerje, ami szerintem azért is különösen jó időzítés, mert nem tudjuk természetesen, hogy mi lesz, de mindenféle a beavatkozás nélkül is nagy átrendeződés lett volna várható, még akár az iszlám államtól is függetlenül, ugyanis Irán atomhatalom lesz, Irán nem sokára becsatlakozik az atomklubba, és ez nagy valószínűséggel felülírta volna amúgy is a politikai viszonyokat. Itt egy remek lehetőség, hogy Oroszország stabilizálja a pozícióit, nevezetesen Assadot és Szíriát. Érdemes megnézni, hogy kiket bombáznak az oroszok. Én
direkt megnéztem az adás előtt a térképet, valóban a több mint 50 bombázásból 2 ment az IS és a különböző, tehát a 2 támadta az IS-t, valamint Assadnak, az Assad rezsim embereit, a többi mind vagy a kurdok, vagy pedig Assad ellen felkelőket célozta. Én nem gondolnám, hogy Putyin beszéd ebből a szempontból egy őszinte beszéd volt, vagy pedig akkor az intézményépítést Oroszország szemszögéből is bombázásokat kell érteni ez alatt. A második bekezdésünk pont arra utal, hogy a bombázás önmagában kevés, ezt láttuk az amerikaiak kapcsán, akár Afganisztánra, ha gondolunk, akár Szíriára, hogy drónokkal, légi erővel egyedül nem lehet megoldani ezt a kérdést, be kell küldeni csapatokat is, akik a békét, a rendet fenntartják, azt az állapotot, amit a bombázással vagy más haditechnikával el lehet érni. Tehát hogyan látjátok ennek a tartós rendezésnek az esélyét, hogyha az előző blokkunkhoz visszatérünk, a török elnök azt javasolja, hogy Szíria északi részében alakítsanak ki egy nemzetközi biztonsági zónát, ahová ezeket a bizonyos menekült táborokat, amelyről az előző részben beszéltünk, ezt a 6 új menekült tábort 2 millió embernek létrehoznák. Tehát, hogy ez az orosz szerepvállalás mennyire segíti elő azt, hogy Szíriában olyan övezetek jöjjenek létre, ahová a háború elől egyébként menekülő emberek nemzetközi garancia mellett elhelyezhetőek biztonságban és a nemzetközi közösség támogatásával. Igen, tehát abban egyetértek, hogy nyugati szemmel valóban nem őszinte beszéd, viszont hogyha az orosz szempontokat vesszük alapul, és Oroszország aspektusából nézzük ezt a helyzetet, akkor az ő egyetlen céljuk, hogy stabilizálják a jelenleg még a térképeken létező szír államot. Tehát a szír állam stabilizálása az egyetlen cél, és ebből a szempontból az iszlám oldal, vagy az iszlám állammal egy oldalon szerepelnek a felkelők is. Tehát én nem vitatom, hogy bombák oda is csapódtak, nem vitatom, hogy az iszlám államon kívül más célpontok is vannak, de az mindenképp fontos itt megemlíteni, hogy például azzal a céllal nagyon egybeesik, hogy egy biztonságos térséget kialakítsanak Szíriában, hiszen ez csak stabil államokban lehetséges. Tehát éppen hogy az orosz beavatkozás elősegíthetné, hogyha egy kompromisszumosabb politikát tudnának folytatni a Nyugat és Oroszország között. Én, ha jól tudom, Szíria északi részét főleg kurdok lakják, akik jelenleg is küzdenek az IS ellen, és akik Törökországban meg a függetlenedésért küzdenek, mint ahogy Szíriában is, ezért valóban zseniális ötletnek hangzik ott létrehozni ezt a menekült zónát, és több millió emberrel megtömni Törökország szempontjából. Oroszország szerintem azért sem irányulnak jelenleg, és ez egész biztos, hogy fog változni, mert hosszú távon én nem hiszem, hogy fenntartható lenne az iszlám állam, tehát nem hiszem, hogy lehetne pacifikálni ezt a politikai egységet, bár ki tudja. Minden esetre az biztos, hogy Oroszországnak jót tesz, hogy létezik az iszlám állam, nem csak azért, mert destabilizálja a térséget, hanem a majdnem 20%, nagyjából 20%-os kisebbséget tesz ki az iszlám Oroszországban délen, és ebből a közösségből is rengeteg radikálist, rengeteg korábbi terrorszervezet tagot is bevonzott magába az iszlám állam, ami nyilvánvalóan jót tesz Oroszországnak, hiszen ezek a problémák nem ott fogalmazódnak meg, nem az orosz állam most az ellenség, ráadásul belülről, hanem ezek az emberek most az iszlám állam függetlenségért küzdenek máshol. Ez egész biztos, hogy rövid távon nagyon jót tesz Putyinnak, ugyanakkor én nem gondolom azt, hogy az iszlám állam, tehát bárkinek is az érdeke lenne egy hosszú távon fennmaradó iszlám állam, akárkinek a térségben, hosszú távon meg akárkinek a térségen kívülről. Én ugye a hírek szerint 2400 csecsen harcos is bekapcsolódna Szíriában a küzdelemben. Nyilván az oroszoknak az is jó, hogy ők nem csecsenföldön forgatják azt a fegyvert, hanem valahol máshol. Még itt az idézetünket, hogyha nézem, azt is olvasom benne, ugye, hogy iraki csapatok, iráni csapatok, hogy itt azért olajban gazdag területekről beszélünk, akár ha Jemenre is gondolunk, ahol az olajszállító hajók jönnek ki a Perzsa-öbölből. Tehát hogyan látjátok, hogy ennek milyen hatása lehet az olajárra, hiszen ugye most nagyon alacsonyan van $50 körül az olajár, hogy ebben esetleg ezeknek a harcoknak lehet valamilyen áralakító szerepe? Hát a kérdés az az, hogy a többi exportőr országra mennyire terjednek ki ezek a konfliktusok. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy
nem igen, vagy jelentős mértékben nem, és ezeknek az országoknak pontosan ez is az érdeke, ők stabilak szeretnének maradni, az iszlám állam, akit csak lehet be akar keberezni, tehát látjuk a deklarációit az iszlám államnak, az egész, az utolsó, nem is tudom, ilyen térképes vizualizációja ennek a dolognak már az egész földet magába foglalta. Tehát ez egy nagyon agresszív, megállíthatatlan alakulat, és nem gondolom, hogy a léte bárkinek is az érdekébe állna, így az olajexportoló országoknak, akik jelenleg, megjegyzem, nem állnak konkrét harcokban, konkrét fenyegetettség alatt jelen pillanatban nem állnak. Ami rossz, az alacsony olajárak természetesen Oroszországnak. Nagyon rossz, hát meglátjuk. Igen. László, az olajárhoz valamit még? Hát ugye a nyersanyag szempontjából stratégia fontos. Inkább ahhoz kapcsolódóan, hogy itt több csapat is megjelent Oroszország, vagy megjelenne Oroszország oldalán, tehát itt már kétféle koalíciós beavatkozásról beszélhetünk. Ugye a káoszban, aki rendet tud tenni, az később ő fogott szabályokat diktálni, úgyhogy talán ennek kapcsán még a gazdasági hatalomnövelés kapcsán még lehet szerep. Ja, még kevés időnk van, de még a szíriai válság politikai rendezéséről is beszéljünk, hogy láttok-e esélyt arra, hogy az ENSZ-ben, vagy akár a regionális konferenciákon meg tudnak úgy egyezni, hogy ezek a különböző célok, amelyekről most itt beszéltünk, a törökök, az oroszok célja, az uniónak az a célja, hogy a menekülteket lehetőleg a térségben minél közelebb a hazájukhoz telepítsék le biztonságos zónákban, tehát hogy ezeket valahogy össze lehet-e hozni, politikai megoldás születhet-e az ENSZ-en belül, vagy akár regionális konferenciákon belül, amelyek összefésülik ezeket a nagyon szertágazó érdekeket. Az ENSZ jelenlegi működésében nem tudom elképzelni, hogy erre megoldást szülessen. Sokkal inkább tudok elképzelni regionális megoldásokat, illetve Szíria kapcsán konkrét megoldás talán az lehetne, hogy elfelejtjük a mostani szír határokat, és talán, hogyha nem azzal számolunk, hogy konszenzus születik, és hogy egy egységes vélemény alakul ki, és valakinek a véleményét ugye elvetjük, tehát Szíria felosztása és hát a valamikor körzővel és vonalzóval megrajzolt határok, azokat át kell alakítani, és ebben a helyi döntéshozatal és a helyi egyesség lenne az, ami célra vezetne. Én úgy gondolom, hogy itt ez a kurdok érdekében is állni, és hát a reálpolitika is ezt diktálja, hiszen az amerikai hatalmi súlypont és a döntéshozatali súlypont mellett van egy másik erős ellenoldal, amelynek véleményét figyelembe kell venni. Igen, azt én is így gondolom, hogy az ENSZ leginkább csak egy fóruma lehet a tanácskozásoknak, megoldást én se várnék onnan. Valóban a különböző regionális szervek ezen belül is talán a NATO lehetne e tekintetben potens erő. Én azt gondolom, hogy ami talán változást hozhat és valamilyen irányba előmozdíthatja ezt a problémát, az az amerikai elnök választásoknak a vége. Jelen pillanatban Amerika azért is bénult meg, mert mindenki a választásokra koncentrál, Obama nem akarja felvállalni ezt a konfliktust, és természetesen a kongresszus sem. Ugyanakkor én nem gondolom azt, hogy egy kurd állam létrehozása bárkinek a térségbe az érdekébe állna. Ezt én vitatom, de hogy természetesen mi lesz a vége, azt még nem tudjuk. Hát nem, most ennyi időnk volt, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nézőinknek a megtisztelő figyelmet köszönöm, tartsanak velünk a jövő héten is, a viszontlátásra. We'll be right back.